Sziasztok! A mai részbe az egyik kedvenc alapanyagomat hoztam el. Egész pontosan nem is alapanyagról van szó, hanem már egy elkészült ételről, és azért a kedvencem, mert rendkívül sok oldalban újrahasznosítható a másnapi. És mi is ez? A krumplipüré. Krumplipüréből készíthetünk krokettet, készíthetünk kis fasírtokat, készíthetünk palacsintát, készíthetünk rakott ételek, vagy sütőben készült szaftos ragus ételek tetejére krumplipürétetőt, de például a másnapi krumplipüré még arra is tökéletes, hogy egy krémlevest dobjunk össze belőle. Szakácskönyvet lehetne belőle egész konkrétan írni, hogy mi mindenre jó a másnapos krumplipüré, amit egyébként már önmagában annyira szívesen ugye nem szeretünk elfogyasztani. Sokat gondolkoztam, hogy mi legyen a mai recept, miután így felsoroltam, hogy elég széles skálát, hogy mi mindent lehet krumplipürével készíteni, és végül egy gofrira esett a választásom, mutatom is, ilyen kis aranyosak. Nagyon kevés hozzávaló kell hozzá. Maradék krumplipürét keverek össze tojással, adok hozzá reszelt sajtot, én most egy vörös csedert választottam, de hogyha ilyen nincsen nektek otthon, akkor a trapista is tökéletes lesz, vagy például nagyon finom füstölt sajttal, tehát valami jól reszelhető, jól olvadós sajtfélét választatok. Tettem még hozzá egy pici sót, borsot, illetve lisztet. A liszt mennyisége egész pontosan nem meghatározó, tehát egy tólig mennyiséget láttok a receptben is. Ennek annyi az oka, hogy a krumplipüré levesességétől, illetve a tojás nagyságától függ az, hogy pontosan mennyi lisztet kell felhasználnotok. A jó hír viszont az, hogy nem rontható el a recept, ugyanis hogyha egy picikét sűrűbb lesz a massza, akkor egy-két evőkanál vízzel vagy tejjel korrigálható. Ha pedig túl lágy a massza, akkor még egy pici lisztet, hogyha hozzáadtok, akkor meg is kapjátok a kívánt állagot, ami egy nagyon-nagyon sűrű kevert tésztára emlékeztetett, nem hagyományos gofri tésztáról van szó. És egy icipici olajjal kikent gofrisütőben sütöm meg a gofrikat. Több idő kell neki egy kevéssel, mint a hagyományos gofriben, ez attól is függ, hogy mennyire készítitek vastagra. Néhány perc alatt nagyon szép aranybarnára tud egyébként sülni, és tálalhatjátok akár önmagában, akár valami fokhagymás tejfölös feltéttel, vagy például párolt, vagy sütőben sült, vagy serpenyőben pirított zöldségekkel is. Egyébként itt van az előbb megkóstolták, és azt mondták, hogy chips, egész konkrétan sajtos chips íze van, ami egyébként nem is butaság, hiszen krumpli és sajt a két fő összetevője. Ha nincsen gofri sütőtök, az sem probléma. Palacsinta sütőben, ugyanúgy egy kevés olajon, pici palacsintákat, mint hogy amerikai palacsintákat készítenétek, nyugodtan ki tudjátok sütni a masszát. És még egy jó hír, 25 deka krumplipüréből, kész krumplipüréből, ami most lehet, hogy soknak tűnik, de igazából ez egy elég kicsi mennyiség, tehát nyugodtan megmaradhat ennyi előző napról, teljesen életszerű. Tehát 25 deka krumplipüréből egy tojással, egy kevés liszttel és 5 deka sajttal, egész pontosan 8 közepes méretű, tehát ilyen méretű, amilyeneket én is készítettem. Gofrit tudtok sütni, tehát igazán kiadós is lesz. Próbáljátok ki!